Sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ismét egy Sniper Elite V2 videóval érkeztem. Ugye az előző videómban megcsináltuk a gyakorló küldetést, tehát igazából az első igazi misszió az most következik. Ahogy látjátok, el is kezdjük. És kapásból itt van egy őr. Ó, nagyon jó fejlővés, szuper. Egyébként ezzel a hangtompítós pisztolyjal vigyázni kell, mert rettenetesen nagy a szórása. Sokszor el se lehet találni vele, még közelről se az ellenfelet. Távolra meg egyáltalán nem használható. Szóval nagyon nem erőltetem én. Hopp, mit csinálok? Együtt állnak, nagyon-nagyon tetszene. Egy ilyen dupla kill. Jézus Mária! Sajnos nem lett meg a dupla, viszont tök jó lett volna, hogyha két fejlővés lett volna egyből. De hát mindegy, menjünk tovább. Kicsit sunyulok, mert nagyon nem emlékszik erre a mapra. Sőt, nem emlékszem az egész játékra sem, mivel nagyon régen játszottam, amikor megjelent ez a game. Ami nem mostanában volt. Milyen fene? Mit csinál az űrge ott? Nagyon jó. Kicsit csúnya dolog hátba támadni egy ember, de háború van. Bassza meg ugye. Nos. Haladjunk. Igen, ez a sárga rombusz, vagyis négyzet, ami így élére van állítva. Sarkára, ez ugye mutatja, hogy merre kell mennünk folyamatosan. Igen, 145 méter arra, de figyelnünk kell. Egyébként van egy ilyen kör. A kört kell elsősorban figyelnünk, arra kell mennünk leginkább, és a rombusz az inkább azt mutatja, hogy úgy hosszú távon, hogy merre kellene orientálódnunk, úgymond. Igen, és megint egy ilyen közelharci dolog volt. Igen, arra kellene tovább mennünk, de ugye... Uha, kicsit belekeveredtem itt a dolgokba, mint cigány gyerek a Huzentrugerbe, ugye? Igen, 6 méter, 5 méter, és így követjük az útirányunkat. Ez a géppuskafészek az idegesít engem. Mivel nagyon gyanús, hogy nincs abba senki. Ó, oh, viszont egy csomó enemy az van itt. És használjuk egy távcsövünket, ha már van. Ezzel így fel tudjuk spotolni az enemiket. Ami ugye arra jó, hogy később is megmarad ez a jel a fejük fölött. Na viszont itt aztán kellene egy dupla vagy tripla kill, ugye? Ezt nem hagyhatjuk ki. Nyomjuk egy duplát. Nem sikerült, és nem sikerült, ennyire béna vagyok, komolyan. A srác, ő még azt se tudja, hogy mi történt. Nagyon jó. Aha, és a géppuskafészek ugye, és jelent az áldozatunk. Szuper. Jó sokan vagytok, emberkék. Eléggé, tényleg naturalista, elég csúnya ez a vizuális mód. Mármint ez a lövedékkövetés dolog. De hát... Tényleg szerintem cifrábbakat is látunk a tévében, szóval... Engem egyáltalán nem zavar, hogy ilyen látványvilággal rendelkezik ez a játék. Hát, néha igen, néha egy kicsit csúnya, de hát megszokható.
Egyébként csak az jobb találatokat mutatja. És viszont az utolsó killt azt mindenképpen mutatja, mindenképp felaslítja és így végigköveti a golyó útvonalát a kamera. Szuper, szerintem meg is volt az összes enemy. Mehetnénk tovább ugye. Szerintem kicsit futunk. Csak azért állok ennek is furizni ugye, mert egyértelmű, hogy erre a dologra, erre a mészárszékre, itt amit végeztem, erre szerintem minden katona ide ért volna, vagy ide jött volna, aki látó és halló távolságon belül van. Hát szerintem nem csúnya különben ez a játék, elviselhető. Jó, hát... nem egy Crysis 3 vagy egy Battlefield 4, de hát... viszont legalább a gépigénye nem olyan horribilis. Igen, és újra. Mondjuk eléggé olyan vakok ezek a katonák. És nem tudom, nem sikerült fejlővést kiosztanom egyből, mert túlélte a srác. És arra nagyon kell figyelni, észrevettem ebben a játékban, hogy nem szabad nagyon magasról leugrani, egy emelet magasságból, és épp hogy majdnem meghal mindig a srác. Nem, mint ez a... ezt a távcsövet használom, én úgy gondolom, hasznos dolog. Nem tesszük és... Itt is jó lenne egy dupla kill, hát nem hiszem, hogy nem tudok elérni egy dupla. Dupla killt, már mint egy olyat, amelyik ugye két katonám megy át, hát miért nem? Na, hát nézzél már ki. Hát mindegy, akkor leszeregetjük egyesével őket ugye. Valamikor egyébként csak így belasítja a kamerát, de nem mutatja... nem mutatja a belső sérüléseket. Hát ez meg hogy került ide? Ember! Fedezéket nem nagyon jó keresnek, azt mit akarok? Ennek meg egy fülpucolás járt. Egyébként lehet tudni, hogy elhallgat a zene, az ilyen... úgymond kicsit hangosabb zene, akkor az azért van, mert... elfogytak az enemik. Ó, hát ők meg... ők meg be vannak nagyon bazva. De egy dupla fejlővést megérdemelnének. Olyan, ez így jó lenne, nagyon jó lenne. Hajolj bele a hajamba! Hát ez... hogyha az egyik egyszer volt, már mint az első, akkor biztos, hogy a második is az lett. És ez egy halálos betegség, látjátok, hogy... egyből hatott is neki. Jó, honnan tudom, nem volt ez nagyon vicces. Spuri! Igen, és ezek, ha jól tudom, ezek dinamitok voltak. Milyen faszlő. Dinamitok, igen, és amit el kell helyezni a dinamitokat. Space? Ez az ilyen gázpalack így az utcán. Nem nagyon gyanús, ilyen háborús környezetben itt van egy ilyen hegesztő palack, ugye? Nem tudom mire használják. De jó, fogadjuk el, hogy kell. Ha másra nem, akkor arra, hogy amikor közelébe mennek a katonák, akkor szépen a velelőnk és... felküldjük őket a Holdra. Na, nem azt akartam, hanem hogyha már van. Van ilyen izé bizgentyünk, akkor ezt használni kellene. Mondjuk... mivel is dobja el? Kicsit még nem vagyok tisztában a dolgokkal. Egy ilyennel, úgy... granáter! Ez bevonom őszintén, hogy ezt tudtam, hogy ez a katona ott fog kijönni. Viszont ezt nem tudtam, hogy ez itt van. Én egy-két dologra így emlékszem még a régmúlt időkből, de... de nem mindenre.
Nos, megint jön a... Elhelyezzük ugye ezt a valamit. És azon gondolkozok, hogy még nem kellene oda felmennem, hanem van még... Van még egy taposó aknám, ugye van? Meg egy ilyen bombám is van, amelyik ugye ez a, az elszakítós technika. Ezt a kettőt így még el lehetne valahol helyeznem nekem. Hogy miért ne? Csak oda mond, ugye? Hogyha én ide helyezem, akkor így felrobban így a jármű. És előbb robban fel, mint hogy ide az autóhoz elé. Ide az autóhoz kellene elhelyeznem, nem? Ez egy jó ötlet lenne talán. Ezt így lerakjuk ide. Oké, hát ez így szerintem egy frankó. Meg mondjuk rakjunk le ide ilyen... Van még ilyen... Ez a madzagos bombám. Hát, hogyha ide be akar menni majd valami idióta. És akkor én azt szuperul ki tudom így végezni kapásba. Hát eddig már nem lehet elhúzni, így eddig jó. Úgyhogy ha itt ugye átsétál valaki, akkor az meg felrobban. Úgyhogy tökéletesen védve vagyunk, ugye. Felmehetünk a lövészpotunkra. Menjünk. Szupi, szupi, szupi. Hoppa. Ajaj. Erre nem számítottunk. Jó, hát ő se, ugye? Szuper! Erre kell, vagy? Valaki itt makog. Alanyár. De hát ez sok értelme van, ugye, mester, vagy fantompitós fegyverrel lövöldözni akkor, amikor ő meg itt... Ratatata. Mi volt ez? Jó, hát ember. Pont akkor lőtt, amikor én egy vicces volt. Egy ilyen háború után azért volt hullát takarítani meló bőven, ugye? Erre? Ah, szuper. Igen, hát most képzeljétek el, hogy mennyi hullát így a tetőkön, meg mindenhonnan össze kellett kaparni. Hát nem volt. Nem volt valami fényes, biztos. Lőszer. Lőszer van akkor. Lőszer van egy pályán, akkor azt megtanultam, hogy itt csúnya dolgok fognak következni. Jó feljövök? Szerintem nem. Ez az, igen, jó. Valamivel jelölhetné, hogy hol tudunk felmászni, mert igaz, hogy kiírja, de eléggé... Eléggé furcsa, hogy az ember próbálkozik itt-ott felmászni, ugye, hogy azt de csak ott engedi a rendszer, ahol ugye le van scriptel, vagy itt tudsz felmászni, ott tudsz. Na, nézzük a videót. Ugye valószínűleg azt a kis kopaszt kell elkapnunk. Mi van? Mikor robbantsunk? Most. Egyébként sokszor van ilyen, hogy így úgy kell felrobbantanunk távolról a telepített robbanóanyagokat, hogy... Hát ez nem volt túl jó, nem? Nem lehet innen dobni gránátot. Lehet nem ezzel kellene tökölnöm, hanem lövöldöznöm. Azt mondjátok? Felrobbant az a gázpalack is, amit ott mondtam, vagy az a CO palack, vagy nem tudom mi az. Ott van egy boros üveg fönt annak a tetején egyébként. Na, de koncentráljuk a játékra. Sokszor ugye nincs annyi időn célozni, akkor inkább ilyen kapáslövésekkel szoktam operálni. Hát ez meg kit lő az a srác. Azért egy ilyen MG42-ese, hogy nem tud lekaszálni ennyi lő alatt. Elég sovány. Tata! Az a tata megszakik. Nem jó, nem? Lehet, hogy már nem fog megszakni, ugye? Huhú! Megjött a Tiger! De figyeljétek meg a World of Tanks-eseknek. Ajánlom a figyelmébe, hogy
Meglövöd a tank Tigernek ott a, nem tudom mi az az ablakmosó folyadék tartájának a kupakját, és akkor felrobban a tank. Ez ám az epic fail. Ohaha. Nem gagyi, nem? Na jó, minden nem lehet tökéletes. De mindenképp World of Tanks-be, hogyha esetleg egy T1-es tankkal vagytok és egy tigris jön, akkor mindenképp meglövitek azt a tartályt, 1500 HP chat. Lőttök neki egy emóreket gyakorlatilag. Néha különben egy kicsit ilyen kacsavarászatba fordul át ez a játék. Hogy így vagytok és akkor így lövöldöztök. De hát egy sniper játékban mit is lehetne kihozni? Hát szerintem elfogytak, ugye? Ja, igen, az előbb említettem, ugye... Mégsem? Fúj! Tök intelligens katona volt, így hátat fordított az enemének. Nos, menjünk le, ugye? Szerintem... Elfogyhattak, ha meg nem, akkor azt úgy kinyírjuk őket még. Kicsit bekeveredtem. Hogy kerültem én ide egyáltalán, hol vagyok? Hogy? Igen, és a... Tata. Jönnek a piccek! Elbasztam! Ja, itt ez a kopasztata, ennél biztos van valami, amit meg kellett volna szereznünk, és meg is van, szuper. És szerintem vége is a mapnak. Ennyi volt az első pálya, vagyis a másodika, hogyha bele vesszük ugye a gyakorló mapot is, akkor ez volt a második, hogyha azt nem, akkor ugye ez az első. Egész jól ment amúgy szerintem, igaz lehet, hogy nem legkönnyebb fokozaton kellett volna kezdenem, de hát legalább mozgalmas, gyorsan végig toljuk ezt a egy-egy mapot. Így is azért előfordul, biztos vagyok benne, hogy majd meg fogok halni, de hát mindegy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek velem ezt a videót, hogyha esetleg tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!